Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ezúttal utasos sztorikat hoztam nektek. Vágjunk is bele. Az első sztori az úgy nézett ki még néhány nappal ezelőtt, hogy egy brit párt vittem be a városba, és hát, igazából az első hibát azt mondhatni én vétettem, mert a navigációban csak a hotel nevét, ami meg lett ott adva, azt ütöttem be. És beértünk, megálltam a Busan körút, nem is tudom már pontosan, 35-ös szám előtt, és már ott mondja az utas, hogy szerinte ez nem jó ez a hely. Hát mondom, nekem is volt egy olyan gyanúm, hogy szerintem nem ide kell hozni. Vittem én már ahhoz a hotelhez, igazából hotelnek van írva, de nincs egy ilyen bejárat, ilyen tudjátok, az a klasszik hotel bejáratól fönt ki van írva a hotelnek a neve, fotocellás ajtón szépen bemész, benn van a pingvinbe öltözött londiner, és akkor üdvözlöd. Tehát nem egy ilyen szállodáról beszélünk. És nekem is volt egy olyan sanda gyanú, hogy ez nem jó. Hát kiderült, hogy ez a múzeum körút 5 alatt van. Én mondom, jó, hát akkor teszünk egy kis karikát, ez késő éjszaka volt már egyébként, tehát annyit csináltam, ugye ott az ilyen múzeum körúton nem fordulsz, mert csak úgy meg. Ezért átmentem a Szabadsághídon, ott fönt a Gellért-hegy előtt elmentem a Duna mentén, Erzsébet hídnál vissza, és ez gyakorlatilag ez a Múzeum körút 5, ez az Astoria Hotel mellett van, tehát igazából ott az Astoriánál megállsz és ennyi. Illetve hát az Astoria mellett. Megállok, kiszállnak, azt mondja a csávó, hogy szerinte ez sem jó. És így néznek össze a feleséggel folyamatosan, hogy ez így nem. Na mondom, jó, akkor most már nézzünk a végére ennek a dolognak. Elővettem én is a telefonomat, és megnéztem, hogy hova rendelte. Mondom, ide rendelted, Múzeum körútot. Mutatom neki, mert nyilván az utcatábla ki van rakva, meg hogy hanyas szám. Mutatom, hogy 5-ös szám. Ide rendelted, itt van a telefonomon, 5-ös szám. Mi a probléma? És erre mutatja, hogy melyik hotelbe kéne mennie. Az a lényeg, hogy most lehet, hogy ezek a hotelek egyébként már megszűntek, csak egy ilyen Google térképes rendszer alapján néztek ki a címet, vagy nem tudom. És az a lényeg, hogy ez a Budapest Múzeum Central Hotel, ez ott olyan formában már valószínűleg nem létezik. De ő nem is ide akart menni, hanem a Budapest Hotelbe, tehát a Múzeum Hotel Budapestbe, egy Budapest Hotel Múzeum, na, tehát már itt megy a kavarászás, ami a Trefort utcában van, onnan egyébként gyalogosan, hát, jó indulat, 4-5 perc kávé. És akkor ott csávó mutogatta, de hogy neki az kell, és hogyha ott én most egyenesen elmentem volna, akkor ott kötöttünk volna ki. Mondom, igen, de mivel az a cím volt megadva, és tudom nagyon jól, mondtam neki, hogy tudom, hogy az először hibáztam, tehát rossz címre mentünk, de utána módosítottam, vagy hát kerültünk egyet, és egyébként ez egy 6 perces kitérő volt ez a kis kerülő, tehát nem volt egy olyan nagy tűz. Mondom, most itt vagyunk, ahova rendelted. És érted, mondja, hogy de neki nem ez a cím kell. Mondom, én ezt értem, és most ezzel mi a fasz csinálja? És hát mindegy, az a lényeg, hogy végül a Már így bennem volt a mozdulat, hogy akkor mutatom nekik, hogy akkor szálljatok vissza, azt akkor menjünk. Hát most bánom is én, most még egy 6 percen múlik az egész, nem érdekel, csak nem akartam ott. De ez késő éjszaka volt. Nyilván késő éjszaka találják meg az embert ilyenekkel. Semmi kedvem nem volt már ott vitázni meg ének. Erre a csávó mondta, hogy mindegy, átsétálnak, mert látja a Google Maps-on, hogy igazából ez pár perc séta csak. Mondom, jó, rendben, visszakérdezem, hogy biztos, persze, oké, mindegy, átsétál. És akkor, amikor mentem hazafele, azért motoszkált bennem a dolog, hogy basszus, ennek valószínűleg van visszafuvarja is, tehát amiért nem én megyek, és ugye valószínűleg azt is erre a címre foglalta be, ezért én úgy voltam vele, hogy hát basszus, azért csak írok már neki, hogy figyelj, a címet azért módosítsad a visszaútnál, mert a sofőr, aki megy érted, rossz helyen fog rád várni. Ezt így elküldtem neki, még így útközben, és erre visszaküld egy screenshotot az e-mailről, a visszaigazoló e-mailjéről, hogy hát neki ez a cím kellett, mármint hogy ő ide foglalta be. És elküldi azt basszus, hogy ott van hogy Múzeum körútot. Hát mondom, igen, és itt is álltam meg. Mondom, ott álltam meg, ahova rendelted. Erre nem jött már semmi válasz.
Mert mondom, basszus, te módosítsa le a címet, úgy voltam vele, hogy azért írok még neki. Ezt írtam, annyit írtam neki, hogy mondom, hogy ha te nem tudod lemódosítani a címet, akkor megpróbálok én kontaktba kerülni a partner céggel, hogy módosítsák le neked a címedet. Azt mondja, nem kell, megoldom, kösz. És így ennyi volt az egész. Tehát ez volt még a jobbik eset. Itt nem volt olyan semmi. Éreztem, hogy azért a csávóban van egy kis tüske, azért, mert ő hülye, hozzáteszem. És ez az, amit utálok amúgy, és ez de ez az életben is, az élet minden egyes pontján, hogy ha valaki hibázik, tehát ha én hülyeséget csinálok, ha én hibázok, ha én elcseszek valamit a munkámban vagy bárhol, akkor én vagyok az, aki ezt kijavítja, vagy ki akarja javítani, nem? Tehát az én feladatom az, hogy ezt rendbe rakjam. Nem más feladata, hogy megoldja az én problémámat. Nyilván, ha nem tudom megoldani, lehet segítséget kérni. De az, hogy más hülyesége miatt még én a szabadidőm, mert onnantól kezdve, hogy én ott kiraktam őket, onnantól kezdve nekem már a szabadidőm van. Tehát most ez egy olyan dolog, hogyha beülsz egy taxiba a reptéren, elvisz téged mondjuk egy címre, amit te rosszul mondtál a sofőrnek, és ott kirak téged, és te neki azt mondod magyarázni, hogy de neked nem ez a cím kell. Akkor a taxis azt fogja mondani, hogy oké, akkor szállj be, és újraindítom a taxiórát, és megyünk. És itt nem volt erről szó, hogy akkor most figyelj, adok még egy kis pénzt, amit nem is a pénz a lényeg ebben az egészben, hanem az, hogy mindenek megvan az ára. Tehát, hogyha ő hibázott, akkor az az ára, hogy sétáljon át. Vagy akár meg is tette volna azt, hogy azt mondja, hogy figyelj, adok néhány eurót, vigyél már át. De egyébként már mondom, ennél az esetnél úgy voltam vele, hogy szarok rá, üljél vissza, menjünk át. Tehát most kanyarogok még egy kicsit, az de legalább nem fog rinyálni. De hát ugye alapvetően már az ember úgy van vele, hogy nincs ingyen ebéd. Tehát valamit azért ilyenkor írik adni az embernek. De ez volt még a gyengébbik eset, szerintem én itt ebben az esetben amúgy nem hibáztam abszolút. Most ha rossz helyre foglal be, akkor, vagy nem bocsánat, tehát nézőpont kérdése, hogy rossz hely, mert én oda vittem, ahova kellett. Na mindegy. A másik eset, azok indiaiak voltak, ők a tegnapi este folyamán jöttek. Itt is egy ilyen középkorú házaspárról van szó. Nem is késett a gép, beültek rendesen szépen a kocsi. Miért van villamos pótló? Na mindegy. Be is ültek szépen a kocsiba. Be is vittem őket az egyik hotelbe. Az Eurostar hotelbe, ami egyébként már van másik neve, és ez az Exe Budapest Central Hotel, Eurostar Budapest Central Hotel. Annyi fajta képpen lehet egyébként ezt mondani, hogy elképesztő. És bevittem őket oda, ki is raktam őket. Ott úgy van, hogy mivel a hotel előtt közvetlen nem tudsz megállni, persze ettől független vannak, akik ott állnak meg, de hát a többség az a hotel mögött szokott megállni, és ott van egy folyósó, egy ilyen zárt folyósó, amin végig kell sétálni, és akkor gyakorlatilag ott vagy a bejáratnál. Ezt el is mondtam az embernek, hogy itt végig sétálsz, és bal oldalt lesz majd az ajtó. Jó, rendben van. Elindulok szépen már hazafele, és csörög a telefon, ez az indiai. Hát mondom, ezt nem hiszem, mondom, nem találták meg a bejáratot, pedig elugattam. Na mindegy, felveszem. Azt mondja, hogy hát ez nem jó hotel, ahova én hoztam őket, mert hogy ez a Exe Budapest Central Hotel, igen, és hogy én nekem a Eurostar Danube Hotelbe kellett volna őket vinnem. Hát mondom, ezt így nem hiszem, de mondom, kerülhetett egyébként így zavara gépezetbe, vagy hát keletkezhetett zavar a rendszerben, úgyhogy mondom, megnézem azért én a visszaigazást, mondom, maradj vonalban, és akkor szépen félreálltam, visszakerestem az e-maileket, visszakerestem a visszaigazolókat, és ott az van, hogy az Eurostar, ebbe a Budapest Central Hotelbe, vagy Budapest Center Hotelbe kell vinni őket. Mondtam neki, hogy hát figyelj, ide kell mennünk, vagy hát ide kérted a fuvart, úgyhogy jó helyen vagy. De neki nem ez a hotel kell. Mondom, én értem, de ide rendeltet. Hát mondom, itt van előttem a visszaigazolód. Azt mondja, hát ő azt most nem tudja megnézni, mert hogy neki le van merülve a telefonja.
nem értettem egyébként, hogy tehát le van megúva a telefonja, ezen a telefonon keresztül kommunikáltam vele. Tehát a mobilján hívtam, de le van merülve a telefonja. Jó, rendben, mindegy, szarduma. Én úgy gondolom, hogy ez elég szarduma. Aztán megszólal a nő, hogy akkor megoldható-e, hogy visszamegyek értük, és átviszem őket a jó szállodába. Én megmondtam, hogy nem. Ugyanis én már a Corvinnál jártam, és nem arról van szó, hogy pénzéhes az ember, de tényleg, és látjátok ti is, hogy milyen gazdasági helyzet van. Meg amúgy ezt a futárkodásnál tanultam meg igazán, hogy nincs ingyen ebéd. Tehát ha valaki hibázik, ott is volt, hogy rossz cím volt megadva, meg ilyenek, ennek a hibának megvan az ára. Akkor fizesse meg az árát. Nem mondta azt a telefonban, hogy figyelj, adok még néhány eurót, át tudnál vinni. Egyébként valószínűleg akkor sem, mert úton voltam már hazafele, tehát végeztem arra a napra. De nem, tehát nem mondott semmi ilyet, meg úgy voltam vele, hogy hát basszus, benn volt ugye a szállodában, ahova ugye rendelte, de nem oda kellett menni. Ott, hogyha megkérje a recepciós, hogy hívjon már neki egy taxit, az hívott volna készséggel neki egy taxit, és egyébként reggel megnéztem, vagy bocsánat, mikor még hazaértem, akkor megnéztem, és a boltos applikáción keresztül azt láttam, hogy euróba átszámolva, ez olyan 6-7 euró lett volna ez a kis kanyar a taxival. Ami szerintem egyébként, ha már az ember eljön nyaralni, úgyis költeni fogja a pénzt, főleg úgy, hogy ő hibázott, szerintem nem egy olyan nagy ár. És elküldtem neki még, hát akkor mondtam, hogy nem. És akkor mondta, hogy de ez a ilyen lekezelni, az a csalódottan, kicsit ilyen lekezelően felháborodva, kicsit volt abban minden, úgy mondta, hogy oké, thank you, és rám baszta a telefont. És akkor elküldtem neki egyébként, mert hogy mondván ugye elvileg neki le van merülve a telefonja, elküldtem neki a visszaigazoló e-mailt egy ilyen screenshot formájában, hogy én oda vittelek téged, ahova te rendelted. Tehát, hogy bizonyítsam neki azt, hogy oda vittem, ahova kellett. Ilyen kurva egyszerű. Aztán erre nem jött már válasz, és ma reggel kaptam tőle egy üzenetet, hogy lehet, hogy ő rossz címet választott ki, de ő vendég az én országomban, és nekem bizonyos díj ellenében meg kellett volna tennem, hogy átviszem őt abba a szállodába, ahova ő kéri. Mert most így az éjszaka kellős közepén negyed órát sétált, egy nagyon kellemetlen időben, ezt így nem tudom mire gondol, hogy kellemetlen időben, egyen mondjuk valószínűleg azért, mert hideg volt. Szóval egy nagyon kellemetlen időben sétált át egyik szállodából a másikban negyed órán keresztül. Na, tehát akkor itt van az, hogy ő cseszte el, én oldja meg a problémáját, és még az én jó édesanyámat, mert nem tettem meg azt, amire ő kért. Holott én elvégeztem a munkát. Tehát megspórolhatta volna ezt a negyed óra sétát, hogyha fogja magát, és hív magának egy taxit, vagy mondom, a szállodában megkérje a recepciós, hogy hívjon már neki egy taxit. Mennyiből telt volna? És akkor nincs ez a hülyeség, nincs kamu felháborodás, mert hogy ő vendég az országomban, és mi van, hogyha nekem dolgom van? Mi van akkor, hogyha nekem mennem kell a reptérre a következő utasért? És azt veszem észre amúgy, hogy egyre több ilyen lesz majd. Időszakosan régen is volt olyan, amikor előjöttek ilyen problémások. Ja, várja, nekem itt le kell mentem. Tényleg. Időszakosan régen is volt olyan, amikor előjöttek ezek a problémásabb utasok, éve hóban megjelentek, és akkor lehet, hogy több ilyen utasos sztori is volt. Mondjuk, tudom, hogy voltak ennél durvábbak is, de most ezt tudtam nektek így prezentálni. Engem egyébként ez a fajta viselkedés, ez felháborít. Tehát, hogy nem tudom, nem tudom, tehát ez nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam egyébként, hogy az üzlet hibája például, hogyha rossz méretű ruhát veszel magadnak? Nyilván vissza lehet váltani, meg ilyesmi, de az ő hibájuk? Nem, ez a te hibád, ezt te cseszted el. Vagy mondjuk rendelsz valamit, amivel utána nem vagy elégedett. Mondjuk például ez olyan dolog, hogy amikor egyedileg rendelsz valamit, tehát ami egyedi gyártású dolog. Akkor azt, hogyha te megrendelted, és nyilván, hogyha hibás a termék, vagy ilyesmi, akkor visszaveszik, de csak azért, mert neked nem tetszik, nem fogják visszavenni. Itt
is ugyanez a helyzet. Te berendeltél egy fuvart, ami egy, csak a te egyéni privát fuvarod volt, én kitettelek ott téged, és ennyi. És hogy ennyit szerettem volna ebben a videóban, én nem tudom, lehet, hogy velem van a baj, én amúgy megmondom, a Franco Terra az évre kezd így a hogy mondjam, ez a előzékenység, kedvesség, főleg az utasok irányában sajnos, de kezd így elveszni belőlem, majd jövőre újult erővel bele kell vágni ebbe az egészbe újra, de én erre az évre már esküszöm, néha azt érzem, hogy rohadtul megfáradtam, nem tudom ki, hogy vagyunk ezzel. És ezek a sztorik, ezek a dolgok, amiket most így mondtam nektek az elmúlt percekben, ezek nem segítenek azon, hogy kicsit erőre kapjak. Úgyhogy szeretnék nektek most kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni és boldog új évet, mert könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó videó, legalábbis az utolsó videó, amit idén felveszek. Még tervezek, de az már lehet egyébként, hogy csak januárban lesz focival kapcsolatos videót. Természetesen lesz majd még futáros videó is, úgyhogy nem fogok elveszni, csak maximum átalakul. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!